bővül a budapesti Corvinus Egyetem székesfehérvári kampusza. Várhatóan jövőre, 2019 tavaszán kerül átadásra a hátam mögött látható új kutatóközpont itt Székesfehérváron. Ezzel foglalkozunk a mai esti mérlegben, tartsanak velünk! Multifunkcionális labor, konzultációs szoba, 152 fő befogadására alkalmas előadó, könyvtár és konferenciaterem. Újabb épülettel bővül a Corvinus Egyetem fehérvári kampusza. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében mintegy 1,5 milliárd forint támogatást nyert el a budapesti Corvinus Egyetem székesfehérvári kampuszának infrastrukturális fejlesztésére és tudásközpontjának kialakítására. Az, ami a városnak diákot jelenthet, jelenti azt, hogy egy gyönyörű történelmi épületünk megmenekül és sikerül felújítani oktatás céljára. A diákoknak pedig azt gondolom, hogy egy csodálatos és abszolút méltó és minden eszközzel, korszerű eszközzel felszerelt oktatási helyet, teret, ahol ők megszerezhetik egy ilyen erős felsőoktatási brendtől, mint amit a Corvinus jelent, azt a korszerű képzést, tudást, információ mennyiséget, amivel ők majd aztán a úgymond nagybetűs életbe el és jól tudnak elhelyezkedni, remélhetőleg minél többen közülük itt Székesfehérváron. Érdekesség, hogy hát Fehérvár ugye évek óta egyetemváros, egyetemvárosként tekinthetünk a királyok városára, de mennyire zárkóztunk most arra fel a fővároshoz, mert hát azért nagyon rohamosan fejlődünk az oktatás tekintetében is. Én úgy gondolom, hogy amiben igazán a városnak versenyelőnye van, az a duális képzés, hiszen van egy erős gazdaság, egy erős ipar, ráadásul nagyon heterogén az ipar, nagyon sokféle dolgot csinálnak ebben a városban, sokféle iparágban, és azt gondolom, hogy ez ehhez kapcsolódó duális képzésben lehet a városnak stratégiai előnye. Nem a hagyományos egyetemi képzésekben, mert úgy gondolom, hogy azok az egyetemi városokra várnak, hanem kifejezetten a gazdasághoz kapcsolódó képzésekre, legyenek azok társadalom vagy természettudományhoz kapcsolódó képzések. Minél gyakorlatorientáltabb egy képzési struktúra, azt gondolom, hogy annál jobb helyzetben van Székesfehérvár, és különösen nyilván ilyen együttműködő partnerre, mint amit a Corvinus jelent, ez pedig abszolút szerintem egy hiteles szakmai oktatás, felsőoktatási jövőkép, és úgy látom, hogy a fiatalok is hisznek ebben, hiszen szerencsére egyre nagyobb számban jelentkeznek a fehérvári felsőoktatásba, a fehérvári egyetemekre, és hát azon belül azt is elértük, hogy a Corvinus, most már pontosan tudjuk, hogy ez a második épület is, ami megújul, és ami tavaszra elkészült, tavasz végén elkészül, és 2019. szeptemberétől már az oktatást fogja szolgálni. Ez az épület nem üres épület lesz, hanem az első pillanattól kezdve lakott lesz, mert szerencsére nagyjából mire átadjuk, közben ezt az első épületet ki is növi a Corvinus, tehát szükség van a második épületre, és azt gondolom, hogy ez most egy kifejezetten jó időzítés, ütemezés, ahogy ez az új épület belép. Itt mindenképpen fontos megköszönnünk a magyar kormánynak a támogatást, és az Európai Uniónak a támogatást, hiszen ezen támogatásból lehet megvalósítani ezt a fejlesztést itt a Budai úton. Ha már ugye duális képzés visszatér, vagy mondat erejéig és fejlesztések, milyen hatással van ez így összességében az iparra, a fehérvári ipar tekintetében? Tudjuk, hogy a fehérvári iparban egyre magasabb hozzáadott értékű termelés zajlik, folyik, ez pedig nyilvánvalóan egyre magasabban kvalifikált szakembereket, munkaerőt tesz szükségessé, és ezen belül biztos, hogy nő azoknak a foglalkoztatottságoknak, foglalkoztatási hátterű embereknek a keresettsége, mint amit akár itt a Corvinuson, akár az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karán oktatnak. Abban bízom, és azt is hallom, hogy folyamatosan belépve a munkaerőpiacra, gyakorlatilag lehetővé teszik azt, hogy az adott cégek újabb beruházásokba tudjanak gondolkodni. Persze ezt a létszámot még azt gondolom, hogy lehet növelni, ugye most kb. 1500 hallgatóról beszélünk, de mi azt tűztük ki célul, hogy 2-3 ezer közé fölturnásszuk a folyamatosan itt lévő egyetemi hallgatóknak a számát. Az irány úgy gondolom, hogy egyértelmű, és a folyamat azt mutatja, hogy ez egyáltalán nem reménytelen, de ehhez azt gondolom, hogy körülmények is kellenek, megfelelő körülmények, és itt most a Corvinusnak biztos, hogy egy ilyen kampusz áll majd a rendelkezésére, nem elfelejtve, hogy ez nem csak épületet jelent, hanem ez egy abszolút eszközparkját tekintve is 21. századi oktatási teret jelent, rengeteg informatikai eszközzel, egy modern és egyébként gyönyörű belső kialakítású könyvtárral, tehát minden olyannal, amitől egy egyetem tudásközponttá tud válni. Pavlik Lívia, az egyetem kancellárja, a tudásközpont funkciójáról számolt be a helyszínbejárás során.
Fehérvár nekünk tulajdonképpen 2015-től létezik a gondolatainkban, és az első perctől kezdődően, mint a tudásátadást említett, mint annak egy következő állomása, Fellegvára, a Corvinus Egyetem mellett. Ezzel azt is el szeretném mondani, hogy ami az egyetemünk stratégiája, hogy magas színvonalú oktatás és képzés valósuljon meg, ez ugyanúgy igaz a székesfehérvári kampuszunkra, mint a budapestire. Megnyilvánul abban, hogy ugyanazokat a képzéseket indítjuk itt, ugyanazokkal az oktatókkal, és kiegészülve, tehát a sajátossága tulajdonképpen a fehérvári képzéseinknek az, és ez egy stratégia, ez egy tudatos, sajátos eleme, hogy itt duális formában indítjuk a képzéseinket. Tehát tulajdonképpen ezt az arculatot adtuk a fehérvári kampuszunknak a budapesti kampuszhoz képest, hogy itt a vállalati együttműködés keretében, ami 27 duális partnert jelent jelenleg, és nagy részben fehérvári székelyű vállalatokról beszélünk, tehát velük együttműködésben történik a képzés. Ez azt gondolom, hogy jó a hallgatóknak, jó a vállalkozásnak, jó a városnak, és akkor már legalább 3 nyertese van ennek az elhatározásunknak, és itt annyira testközelben van tulajdonképpen mindez a közeg, tehát értem alatt, hogy a hallgató nagyon-nagyon szoros kapcsolatba tudnak kerülni, akár a leendő munkáltatójukkal, és ez adja tulajdonképpen ennek a kampusznak, egy fővárosi kampuszhoz képest azt a sajátosságát, azt az arculatát, amit sajátjaként tud akkor így módon viselni. Ez a tudásközpont, ez mennyire egyedülálló, mennyire egyedi az országban? Mit jelenthet ez azért itt a jövőre nézve a diákokat tekintve? Hát számunkra annyi előnnyel jár, most a számunkra ez mindig jelenti a hallgatókat is, hogy egy fővárosi felsőoktatási intézményhez képest egy vidéki felsőoktatási intézménynek, egyrészt ha most gazdasági szakemberként közelítek, ugye mindenképpen van egy olyan előnye, hogy az Európai Uniós források, mint ahogy egyébként ennek a beruházásnak is, aminek az egyik mérföldkövénél vagyunk, a finanszírozás Európai Uniós forrás. Ez a fővárosban kevésbé érhető el. Tehát itt olyan fejlesztéseket tudunk megvalósítani, aminek egyben a financiális háttere egy nagy biztonságot és egy pénzügyi fenntarthatóságot is jelent egyben. Tehát ennek a kampusznak a kialakítása hordozni tudja azokat a technikai, informatikai és az oktatás módszertanban használható fejlett eszközöket, ami egyben ugye a képzésbe is rögtön visszaköszön, hiszen a hallgatók a legmodernebb, leginnovatívabb megoldásokon keresztül tudják a képzésüket folytatni. Gondolok például a blended learning típusú képzésre. Ugye ez egy olyan képzési forma, ami túlmutat azon, mint egy frontális osztálytermi oktatás, tehát itt az informatikai eszközök, a távoktatás, az internetnek a használata, az mélyen beágyazott a képzésbe. És ehhez ugye az az informatika, az az infrastruktúrális háttér, amit itt könnyedén meg tudunk valósítani gazdasági értelemben, ez mindenképpen előnyökkel jár a hallgatók számára. Azért itt egy nagyon nagy innovatív dologról van szó. A diákok mennyire nyitottak ezekre az újabb fejlesztésekre, magára az újításra? A hallgatók nem, hogy nyitottak, ők ezt elvárják. Tehát ők ebbe születtek bele, tehát a digitális valóságba születnek, úgyhogy a nyitottságuk az nagyjából úgy néz ki, hogy egyfajta elvárás velünk szemben, tehát igyekszünk meglépni, hogy pont azokat tudjuk számukra nyújtani, ami egyébként a mindennapi életüknek része reggeltől estig bezárólag. Egyébként a tudásközpontban milyen előadók lesznek majd, kikre számíthatnak a diákok, a hallgatók ott? Talán, ha a tudásközpontot így már többször is említi, akkor ki kell térnem a kutatásra, mert ugye az oktatás az egy területe nyilván a felsőoktatásnak, de azért ezt komoly kutatási tevékenység kell, hogy megalapozza. És ami még itt ezen a kampuszon komoly előnyöket jelent, és megint utalok az Európai Uniós pályázati lehetőségekre, hogy itt természetesen nem csak infrastruktúrális források voltak elérhetők, EFOP projektek keretében, hogy így becenevükön említsem az Európai Uniós operatív programoknak a hazai leképeződését, hanem kutatási típusú. Tehát nagyjából egy 600 millió forint összegben zajlanak itt olyan kutatási együttműködések, tehát akár hálózatépítés a helyi vállalkozások bekapcsolásával, ami egyrészt a képzésnek a megújulását tudja, és így akkor ugye közvetett módon nyilván a hallgatók számára is hordozza az előnyöket, de ugyanakkor az egyetemünk számára annak a tudományos teljesítménynek, ami szintén mérőfoka egy felsőoktatási intézménynek, ennek a növelésére ad lehetőséget. Tehát a kutatások részben az oktatásba épülnek, részben közvetlenül, részben pedig ugye publikációkat jelentenek, a publikációk pedig mindenképpen egy mérőszámát jelentik ugye a felsőoktatási intézmény tudományos teljesítményének. Hogy konkrétakat említsünk még, mi az, amit majd itt kutatni fognak a hallgatók?
Hát a hallgatók amennyiben bekapcsolódnak, lehetőség van rá, hogy bekapcsolódjanak a kutatásokba, de itt azért az oktatói bázisunkon, a kutatói bázisunkon alapul a kutatási tevékenység, de ösztöndíjas formában, tehát ezeken a pályázati forrásokon keresztül a hallgatókat is meg tudjuk szólítani, és különböző ösztöndíjak segítségével tudnak bekapcsolódni ezekbe a kutatásokba. Ahogy említettem, az egyik legfontosabb itt Fehérvár környékén ez a hálózatosodás, így nevezzük. Ez ugye azt jelenti, hogy alapvetően a kapcsolati hálókat, a szakmai kapcsolati hálókat kell úgy kialakítani, hogy egymásra találjanak az oktatás, a munkaerőpiac, az innováció megtalálja tulajdonképpen azt a lehetőséget, hogy ne egy laboratóriumi környezetben találjuk ki, hogy mit igényelne a jövő tudása, a munkaerőpiaca, ma vállalkozásokkal együtt. Tehát tulajdonképpen ez a hálózatosodás itt a fő kulcs fogalom az itt zajló kutatási projektek tekintetében. Az új tudásközpont Székesfehérváron egyedülállónak számít. A laborokban 21. századi modern technika várja majd a hallgatókat. Ez egy oktatási épület, alapvetően előadótermek, konferenciaterem, laborok vannak benne, illetve egy nagyon jól felszerelt és modern könyvtár. Mit várnak egyébként egy ilyen központtól? Elsősorban azt, hogy érezzék jól magukat azok a diákok, és hát szívjanak magukban minél több tudást, akik ebben az épületben, illetve ezekben a programokban fognak tanulni, illetve ez egy nagyon komoly és nagyon jól felszerelt kutatóközpont is, ami hát Székesfehérváron eddig még ilyen hasonló létesítmény nem volt, és hát ezek a konferenciatermek, illetve laborok több funkciósak, és itt működni fog például magatartástudományi labor, illetve szociológiai labor is. Az épület teljes gépészeti és esztétikai restauráción esik át, szem előtt tartva mind a kor, mind a környezetvédelmi és energiatakarékossági elvárásokat. A beruházás várhatóan 2019. májusára készül el. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én köszönöm, hogy velünk tartottak, de tartsanak velünk továbbra is, ne menjenek sehová. Jó éjszakát, viszontlátásra!